A Gyulai Grosics Akadémia egyik műfüves pályáján kezdte meg a téli felkészülést az MB3-as Szeged Grosics Akadémia. A keret összetételében jelentős változás nem történt, a csapat meghatározó tagjai munkába álltak. Új emberként a Dunaújvárostól érkező védekező középpályás Zvara Dávid, valamint a Kaposvártól elváló, korábban 70 meccset kék-feketében is játszó Andorka Péter jelent meg a tréningen. A klub menedzsmentje tárgyal még további játékosokkal, és az sem kizárt, hogy lesznek távozók, de a tavalyi együttes gerince megmarad, így a csapat jó eséllyel száll harcba a feljutást érő bajnoki címért. A felkészülést a portugál João Janeiro irányítja, ő az őszi szezon végén vette át a gárdát. A fokozatosságot szem előtt tartva a következő időszakban nagy hangsúlyt kap a taktikai periodizáció. És lényeges, hogy mindenki megértse, mi a feladata. Az előttünk álló 6-7 nagyon fontos lesz olyan szempontból, hogy új típusú játékmodellt vezessünk be. A játékosokkal szemben magas fizikai és mentális követelményeket állítottunk fel. Februárban törökországi edzőtáborba utazunk, ahol jó időjárási körülmények között folytathatjuk a felkészülést. And so now these 6 weeks will be very important to introduce a new model of the game and the new type of play. A Szeged Grosics az első felkészülési mérkőzést a Makó ellen játsza, majd az Utaarad és a Hódmezővásárhely ellen is pályára lépnek. A februári törökországi edzőtáborban erősebb riválisok várnak Germán Tamásékra, hiszen a Rapid Bukarest mellett a szintén Roman Krajova és az orosz Krasznodár is a tervezett ellenfelek között van. A hó végén a Füzes Gyarmattal és a Szeghalommal meccsel a csapat, az első bajnokit március 3-án a Grosics Akadémián játsszák a Pécs ellen.